Sziasztok, srácok! Én Dani vagyok, és itt vagyunk egy új sorozatban, ahol most elkezdünk egy olyasmit, ami nagyon rég nem volt. Ugyanis ezen a csatornán mostantól minden nap lesznek valószínűleg videók, ha tetszeni fog nektek ez a sorozat. Ugyanis minden második nap fogunk ilyen cuccos videókat felvenni, ahol mindig valami nagyon különleges dolog fog történni, és ezeket Húsival fogunk felvenni, szóval szia, Húsi! Sziasztok! Csá! Nos! Ciao! Elmondani szépen, hogy mi fog történni ebben a videóban? Ebben a mai videóban elmegyünk egy faluba, keresünk egy falut, és ott valószínűleg lesz gyémánt szíd. Na jó, kicsikét eléggé után fogalmaztál, szóval annyi a lényeg, hogy a mai videóban a lényeg az, hogy leszek majd ilyen magok, amiket tudunk elvileg gyűjteni, hogyha olyan magot találunk, ilyen gyémánt magot, bárhol lehet, nem tudjuk, hogy hol lehet, ott egy falu tényleg, lol, milyen menő már, ott egy falu, jó, oké, ez nagyon nagy segítség lesz, de még nem megyünk oda. Hallod? Várjál, igen? Kiütöttem egy ilyen füvet, és nézd, mit kaptam. Kaptál gyémánt magot? Aha. Na jó, kaptam okay. Gyémánt magot. Oké, okay, oké, okay. Figyelj, gyere, vágnunk kell fát, csak más, ne ugyanazt a fát vágj. Mindegy, segíthetsz, úgyis jó végül is. Tehet, hogy több kész többet segít, vagy nem tudom. Na, érted? Szóval a lényeg az, hogy kell csinálnunk egy crafting table-t, egy kis botot, és csinálunk kapát. Igen, kapát, nem, először csinálni fogunk. Kell vödör, nem? Tehát csákány kéne. Jó, akkor tudom mit, te szerezz addig vasat, gyerünk, rád bízom. Jó. Oké, okay, jó, csinálj addig vasat. Én pedig addig megmutatom a srácoknak, hogy mi az? Vízbe estem. Jaj, no, mindegy, majd gyere majd a faluba, oké? Oké. Okay. Na, addig mi elmegyünk a faluba, srácok, és megmutatom nektek, hogy mire gondoltunk. Amúgy lehet, hogy Jézusom, van kettő kovács is. Jó, én akkor... Kajak! Igen, addig a kovácsokat akkor átnézem, amíg te szerzel vödröt. Amúgy az is lehet, hogy én fogok találni itt hamarabb vödöt, de aztán még kiderül. Nézzük meg, mi lesz az első kuvácsban. Bam! Egy vasapka, meg egy vaskard. Ami nem rossz amúgy, nem azt mondom, csak most ezért egy kis vödörnek. Meg... És a másikba? Vagy itt van nálam a gyémánt, gyémánt mag, ez nagyon... Hát, tudom, én dobtam neked. Tudom, köszi. Ó, Istenem, elképesztő. Tehát tudunk majd vetni a gyémánt magukat. Megnézem a másikat is. Nézzük, hogy vajon... Na, az mi van? Mi lesz? Figyelj, srácok, ebbe a ládába csak akkor nézünk le, hogyha most nyomtok egy lájkot. Mindenki nyomja egy hatalmas lájkot erre a videóra, és akkor még lesz jó sok ilyen videó. Meg minden háromra. Egy, kettő, három, bum, és iratkozzatok is fel, léci. Na de nézzük, mi van vajon benne ebbe a ládába. Bam! Oké, okay, megvan a vödrünk. Megvan? Igen, megvan a vödör. Ez az, yeah, Risa. Tetszett az új intro, srácok? Nagyon menő lett szerintem. Nagyon menő. Legalábbis bízok benne, nagyon tetszett nektek. Szerintem nagyon király lett, nagyon-nagyon király. Na de nézzük, rakjunk le egy crafting table-t. És nem is izé kell nekünk, hanem mondjad. Még egy ilyen gyémánt mag. Még egy? Aha. Na jó, van, elképesztő, itt vagyok, itt mögötted. Ja. Szia. Jó, oké, okay, akkor én gyűjtöm. Úristen, köszönöm. Jézusom, ellátszítnek milyen cuccokkal. Figyelj, te megkapod a csizmát, jó? Ennyi lesz a sapka. Köszönöm szépen. Na figyelj, itt egy gyémánt mag. Én is találtam egyet. Jó, oké, okay, ezeket gyűjteni kell, ezek nagyon-nagyon értékesek. Ott is van. Ott is van? Jó, figyelj, én is itt ütögetem őket. Jézusom. Jó, gyűjtsed, amennyit csak tudsz. Itt találom itt a földön is amúgy a gyémánt magukat, azt nézem. Én is onnan találtam elsőnek. Tehát, hogy itt random itt vannak így a földben is elrejtve, ez nagyon-nagyon király. Ne, rettentő sok cuccottunk majd így gyűjteni meg mindent. Na nézzük, arrafele, még van valami erre ilyen veteményes szerinted? Nem. Három vetemény. Na jó, figyelj. Választunk ki egy házat, legyen az a mi házunk, és csináljuk meg a kertébe a izét. A veteményesünket, gyere. Az jó ötlet. Na figyelj, legyen a mi házunk mondjuk, melyik a legnagyobb? Nekem az kell. Egyértelműen. Hát max a kovácsok. Lenne a kovács már. Ott van egy nagy. Ott van, nagy. Aha, itt van. Na nézzük, ó, oké, tökéletes lesz, király, okés. Na nézzük be. Oké, itt van is kenyér, oké, van kajánk, nagyon zsír. Oké, van csákány, ezt üsd ki. Ja, jaj, bocs. Ne engem üsd ki, én nem érsz vagyok, nyugi, engem nem kell itt bántani. Oké, figyelj, kialakítjuk. Jó, szedsz fölött addig? Én itt csinálom, kialakítom így a területét. Figyelj, itt lesz ide nekünk a kis gyémánt bányánk, ahol majd növesszük a gyémántunkat. Jézus. Nagyon-nagyon-nagyon király lesz. Jó, itt egy bárány, menj már innen, fúj, nem téged. Jó, na, bocsánat, igaz. Tessék itt egy alma.
Itt egy alma, tessék. Jó, de okay. Búzát szeretnek. Hát, jó. Dali, gondolkozz már. Itt a búza, vagy egy gyémánt magot nem szereti? Nehogy odaadd a gyémánt magot. Jó, oké, okay, jogos. De nem is az izé magot szereti, hanem a gabonát. Na mindegy, oké, okay, odaadtam neki magot. Mi az? Gyere ide, husi. Na. Ezt nézd meg. Gyémánt mag. Ez be is van a cucc. Jó, oké, okay. Pakolj le amennyit csak tudsz, addig hozok vizet, oké? Oké. Elmegyünk addig ide a folyóig, vagy ilyen kis pataktó, tóféle kerti tó. Na oké, okay. És ide lerakunk egyet az egyik végébe, és lerakunk mindjárt egyet a másik végébe, és meg lesz konkrétan a gyémánt farmunk, vagy nem tudom, valami ilyesmi. Jó, és így, meg vagyunk. Na figyelj, készen állsz, Susi? Készen állok. Bevetjük az egészet, szépen bevetjük, ezekre nagyon-nagyon kell... Ez a víz ide muszáj amúgy. Persze, hogy muszáj. Hát de nem muszáj, ez rossz. Dehogy nem, kell nekünk, na figyelj! Le kell rakni és bam! Ott nő a gyémánt. Ott nő a gyémánt. Mi az? Nem tetszik? De nagyon szép. De, na látni, nézd meg, hogy milyen menő. Ez hát jó, de ott van a víz mellett. És miért be az, hogyha ott van a víz van mellett? Van kettő nálam. Miért be az, hogyha ez a lényeg, hogy ott lenne a víz mellett, érted? Nem, a víz miért nem? Csúnya. Gonosz. Ja, hogy te ezért ízed, mert nem szedd a vizet, de aj, Istenem, no. Uzsi. Hát nem hisz le kell, tessék itt egy kis hús. Fúj! Jó van, na, nem kell itt ízni. Hallod? Én úgy hallottam, hogy te csirke vagy mostanában, ugye? Tessék, nem, kis az kis volt, ne izéljel. Na figyelj, és most addig várunk, amíg ki nem nő? Gyerünk. Nőj. Figyelj, azt hallottam, hogy szerethető dolgokat mondasz neki, például szép vagy gyémánt. Akkor elkezd nőni gyorsabban. Csúnya vagy a víz mellett, nagyon csúnya vagy. Ne ízzél már vízzel. Na jó van, tudom mit, várunk akkor, nem tudom, addig amíg kinő. Istenem, jó, ijesszük fel húsit, én azt mondom. Bám, egy vizet alá! Nyugi, húsi. Na, nyugi, gyere vissza. Van egy jó hírem, gyere mi már. Van? Kinőttek a gyémántok. Mi van, misura? Kinőttek a gyémántok, nézd meg. Egy gyémánt. Oh. Ez 4-et adott. Mennyit? Ne szívass már. Mennyit mennyi ad? Mennyi gyémántunk van? Figyelj. Elkezdem kidobálni a gyémántokat, oké? Jó. Készen állsz? Figyelj, srácok, nektek is mutatom. Oké, okay. Köszönöm. Mennyi gyémántunk van? Jézusom! Ez nagyon menő. Köszi a gyémántokat, szia! Nem, husi, ide jössz, husi, kapsz vizet este is, szia. Ha ezt csinálod. Nem baj. Dobálod el, köszi. Ne menekülj, husi, gyere vissza, husi azonnal, husi. Gyere vissza. De, na jól van, én komolyan mondom, na jó, mindegy, oké, menjünk vissza, és akkor tervezzünk magunknak, vagy nem tudom. Na, gyere vissza, husi, nem szöksz a gyémántokkal, ne menekülj. Na jó, visszaadom. Gyere, tervezzünk még többet, legyen jó sok gyémántunk. Na jó van, én elvettem a többi magot, és kaptam még rengeteg magot is mellé, meg mindenfélét. Úristen. Na, visszaadom, tessék. Nézd meg, mennyi gyémántunk lesz, ezt nézd meg. De várj már. Ebből konkrétan, figyelj, én most csinálok is magunknak gyémánt cuccokat, figyelj. Na. Én meg is csinálom magamnak a gyémánt mellest, a gyémánt izényét, neked is csinálok, várjál. Nézd. Csak, ilyet, igen. Itt van egy ilyen bejárat. Nem esünk bele a vízbe. Várjál, mindjárt nézem. Nézd, itt vannak a gyémánc utcai, tessék. Ne fúj! De nem már, befetted a izét. Felvetted a gatyának, kösz. Tessék, ott van. Na, befetted? Komolyan mondom, a vizet így nem fog kinőni. Na jól van, srácok, ennyi volt ez a videó, nagyon remélem, hogy tetszett. Ha még akartok ilyen nagyon különleges Minecraftos videókat, akkor azt jelzitek egy lájkot, és találkozunk a következő részben Húsival. Sziasztok! Sziasztok!